Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, szentesti Isten tiszteletünkön, és mindazokat, akik a képernyőn követik Isten tiszteletünket. Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan János evangéliumából szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Magasztaljuk Istent az angyalokkal, a pásztorokkal és a napkeleti bölcseknek az örömével, mert Krisztust adta nekünk. 315. számú énekünknek énekeljük a 3., 4. és 5. versét. A 315. számú énekünk 3. verse így kezdődik: a nemes Betlehemnek városába. A mi ünnepi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, dicsőítünk és magasztalunk megtartó szeretetedért. Köszönjük, hogy elérkezhettünk az ünnep kezdetéhez. Szívünk nagy vágyakozással van tele a karácsonyi ünnep áldásai iránt. Oly csodálatos előttünk, hogy Szent Fiadban személyesen jöttél el hozzánk, földön lakó gyermekeidhez. Alázattal megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk a Jézus Krisztusban kijelentett örök jóságodra. Tudjuk azonban, hogy nem a mi érdemeinkről van itt szó, hanem a te irgalmadról és végtelen szeretetedről. Ezért most is veled szeretnénk szent közösségben ünnepelni. Téged kereső gyermekeidet fogad hát magadhoz, és tedd igazi ünneppé ezt az alkalmat, hogy olyan boldogok tudjunk lenni, amilyenné egyedül csak te tudsz boldoggá tenni bennünket. A megszületett megváltóért kérünk,
hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Halljátok a megváltó születéséről szóló evangéliumot, amint írva található a Lukács evangéliumában, a Lukács evangélium a második részének első 7 versét olvasom. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Ez Isten írott igéje. Amen. Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, s hogy jött, akit évezredek óta vártak, mély szégyen ez a vaksággal vert ember nem adott helyet az Isten fiának. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a költő ilyen nemes egyszerűséggel foglalja össze azt, amiről igénk szól. Hogy nem volt hely Jézus számára, az Isten fiának nem volt hely, amikor megérkezett. Egy kanadai művész, aki szobrász, ezt még látványosabban ábrázolta ki, amikor egy padon fekvő hajléktalant ábrázol, be van bugyolálva, még az arca is el van rejtve, csak a lába lóg ki a takaró alól, és az a két láb, ami kilóg a takaró alól, látszik, hogy át van szegezve. A hajléktalan, kirekesztett megváltó szobra ez, aki számára nem volt hely a világban, pedig értünk jött a világba. Szeretett testvéreim, mi talán megszoktuk már ezt a karácsonyi történetben, hogy Jézus számára nincs hely. Most, hogy jobban megértsük az igénket, hadd fordítsam át először a te életedre. Te számodra mit jelent ez a két szó, amikor ezt hallod, vagy ez az üzenet számodra? Nincs hely. Mindennapjainkban sok kellemetlenséget okoz, ha ez a közlés fogad bennünket. Bosszantó, és most a gyerekekre nézek, hogy amikor arra a telefonra vagy tabletre leszeretnének tölteni egy újabb játékot, egyszer csak azt írja ki, hogy nincs elég hely, vagy nincs elég tárhely. És az ember szeretné a régit is megtartani, meg ezt az újat is szeretné letölteni. Nem egyszerű dilemma. Bosszantó, amikor az élet nagy rohanásaiban az ember siet valahová autóval, és szeretne leparkolni, és csak azzal szembesül, hogy nincs hely. És rohangál ide-oda nagy távokat, hogy végül valahogy le tudja tenni az autóját. És már az első karácsonykor is nagy mozgásban volt az emberiség, akkor is a szállodáknak jól ment, hiszen Augustus császár rendeletet adott ki, hogy népszámlálás legyen, és mindenkinek a születése, családja születési helyére kellett mennie, és ezért azt látjuk az igében, hogy Betlehem is betelt. Mint ahogyan Magyarországon, ebben az ünnepi időszakban minden szálloda teltházzal van. Ha valaki szeretne most egy helyet foglalni, mindenhol azt fogják mondani, hogy teltház, nincs hely. Milyen bosszantó, ha valaki mégiscsak szeretné kipihenni magát, és az utolsó időszakra hagyta a szobafoglalást, és ezt az üzenetet kapja, hogy nincs hely. De mennyi szenvedést tud okozni, nem bosszantást, szenvedést egy-egy közlés,
amikor valaki azt az üzenetet kapja, hogy nincs hely. Amikor az, aki arra készült, hogy valamelyik egyetemre fölvegyék, és azzal utasítják el, hogy helyhiány van, nincs hely. Bosszantó tud lenni, sőt, szenvedést okoz. Amikor valaki dolgozni akar, és már sokadjára próbálkozik, de mindig elutasítást kap, hogy számára itt ezen a munkahelyen nincs hely. Bosszantó tud lenni, ha létszám leépítés van valahol, és azt mondják, hogy neked már itt nincs helyed. És itt is a bosszantásból sok szenvedés jön elő. De szeretett testvéreim, egzisztenciálisan is milyen mélységeket lehet átélni akkor, amikor valaki talán betegápolásra vár a kórházban, szeretne bejutni egy ápolási osztályra, mert kiszolgáltatott élethelyzetben van, és csak azt tudják számára mondani, nincs hely. Vagy amikor valaki műtétre várna, de még azt mondják neki, most még nincs hely, és a várakozó listának a végére kerül. Ezekben az állapotokban már érezzük, hogy nem is olyan egyszerű dolog az, amikor azt az üzenetet kapjuk, hogy nincs hely, és mennyire meg tudja törni valakinek az életét, szívét, amikor attól, akivel úgy gondolta, hogy egy életre összekötötte az életét, egyszer csak azt a jelzést kapja, először csak a hétköznapi életben, aztán talán kimondva is, hogy az életemben számodra már nincs hely, a szívemben számodra nincs hely. Ilyenkor érezzük az elutasítást, ilyenkor már érezzük, hogy súlya van ennek a két szónak, hogy nincs hely. Az első karácsonyon Jézus számára sem volt hely a szálláson, hogy megszülessen, ezért az Isten fiának egy betlehemi istállóban kellett megszületnie. Ezt az igéből onnan tudjuk, hogy azt olvastuk, hogy az édesanyja bepójálta és a jászolba fektette. De szeretett testvéreim, hogyha körbenézünk a világba, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Úr Jézus Krisztust nem csak akkor utasították el a családjával, és nem volt számára hely, hanem mai korban talán már odáig jutottunk, latin kifejezéssel élve, hogy Jézus persona non grata, ami azt jelenti, hogy nem kívánatos személy lett. Kitiltották jó ideig Jézust az iskolákból, Európában sokan rajta vannak azon, hogy Jézust kitiltsák a közéletből, kitiltsák a mindennapokból, egészen bezavarják az emberi szívekbe, a belső személyes magánügyekbe, pedig tudjuk, hogy Jézus születésével valami nagyobb dolog jött el, ami csupán a személyes ügyünket érinteni, hiszen az angyal is, a küldött ezt a hírt adta, hogy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Jézus születése amellett, hogy a mi személyes életünknek fontos kérdése, hogy új életet nyerünk-e benne, teljes életet, örök életet, közösségi ügyünk is, hiszen mindenkinek az örömére jött az Úr Jézus Krisztus. Mégis azt látjuk, hogy nem kívánatos személy Jézus, kívül tágasabb neki, ebben a jólétben és elkényelmesedő gyávaságból elvilágiasodó Európában. És azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus sokszor ért a mi szavainkból, vagy ki nem mondott szavainkból, életvitelünkből, és elmegy Jézus oda, ahová befogadják őt. És ezért döbbenetes számunkra az, hogy miközben Európa egyre inkább elveszti az Istenbe vetett hitét, addig a kereszténység Ázsiában vagy Afrikában soha nem látott mértékben növekszik. Mert ott nem utasították ki az Úr Jézus Krisztust. Szeretett testvéreim, Jézus számára nincs hely. És az a kérdés, hogy miközben halljuk ezt a régi történetet, hogy a születésekor nem volt Jézus számára hely,
Vajon a mai életünkben van-e még Jézus számára hely? És amikor ránézek a gyermekekre, akik már nagyon várják, hogy karácsony ünnepe legyen, és akik itt vannak közöttünk gyermekek, azok igen sokat tettek azért, hogy lecsippentsenek a téli szünetből is, hogy itt legyenek a próbák alkalmával, de kiderül, hogy a hétköznapi életben sokszor a gyermekeinknek is azt tanítjuk meg, hogy Jézus számára nincs hely. Ha belenézünk gyermekeinknek az életvitelébe, ahogyan tanulnak, ahol külön órákra járnak, ahol zeneiskolába járnak, ahol valami sportra járnak, és még hétvégén jönnek a fellépések, meg hétvégén jönnek a sportesemények, végül odáig jutunk, hogy Jézusra valahogy sosincs idő, hogy Jézus számára sosincs hely a gyermekeink életébe, és nagyon sok gyermeknek az élete úgy telik, hogy nem is tudja, hogy mit jelent az gyülekezetbe járni, mit jelent gyermekisten tiszteleten lenni. Jó, hogyha a hittanórákon keresztül valamit hallanak az Úr Jézus Krisztusról, de Jézus Krisztus nem csupán ismeret, hanem megélt valóság a mi kereszténységünk, amit a gyülekezetbe lehet megélni. És nagyon sokszor odáig jutnak, hogy Jézus számára már nincs hely, mire vasárnapra eljutnak, ez a gyerek annyiszor volt már felébresztve, annyit ment már ide-oda, hadd aludjon, hadd pihenjen, és elmarad az Isten napjának a megszentelése. Nincs hely Jézus számára sokszor a felnőttek vasárnapjában sem, hiszen annyit lótunk, futunk, rohanunk, annyi dolgunk van, annyi intéznivalunk van, annyi felelősség van a mi vállunkon, annyi dolgot kell még, hogy megtegyünk. És nagyon sokszor hol próbálunk spórolni? Hát az Istenen, aki nem szól, aki nem kiált hangosabban, aki nem lármázik. És nem tudja ez a világ, különösképpen ez a nyugati rész, hogy miközben sokkal nagyobb komfortban él, mint más kontinenseken, azt kell, hogy mondjuk, hogy még inkább, mégis kifáradtabbak, lelkileg lehangoltabbak, a legdepressziósabbak ezen a térfélen vannak. Vajon miért? Mert úgy vagyunk, mint az a favágó, aki soha nem élezi a fejszéjét, és azt mondja, hogy jaj, úgy el vagyok fáradva, arra sincs időm, hogy a fejszémet megélezzem. Pedig ha néha megállna, és megélezné a fejszéjét, sokkal könnyebben menne a munka. Ha lenne hely Jézus számára, ha tudnánk megfelelően elcsendesedni, mennyivel másabb lehetne az életünk. És nagyon sokszor Jézus számára nincs hely a költségvetésünkben sem, mert mi is alig jövünk ki abból, amink van, meg még annyi tervünk van, meg még a gyermekeinknek is annyi mindent kell biztosítani, és sokszor ez a dolog is elmarad, és itt az ünnepen nem anyagiaskodni szeretnék, de sokszor a pénztárcánk is beszél arról, hogy mennyire van hely Jézus Krisztus számára a mi életünkben. Hogy mennyire van hely, amikor látjuk az elesetteket, amikor látjuk az Isten ügyét, amikor látjuk, hogy embereknek kellene átadni azt az örömüzenetet, hogy van másfajta élet. Szeretett testvéreim, Jézus számára van-e hely a te életedben? És amikor közeledünk az év vége felé, itt a Szenteste csendjében, nem bántva benneteket, és nem azért hívtunk ide benneteket, hogy most nagy lelkiismeret furdalásokat okozzunk nektek. Az Isten igéje élő és ható, majd az elvégzi a szívetekben, amit el kell. De áldott dolog, hogy itt vagytok. Mert mégis ezen az ünnepen, valahogy, valami oknál fogva, egy résnyire már nyitottátok az ajtót, és helyet akartok adni valami módon Istennek. Szeretett testvéreim, az a kérdés, hogy a te életed mivel telt meg, ami miatt sokszor nincs hely Jézus számára. És amikor itt vagyunk az ünnepben, és karácsonyt kellene ünnepelni, már lehet, hogy eleged van karácsonyból, már elteltél, hogy még érthetőbb legyek, már lehet, hogy torkig vagy ezzel az ünneppel, mert már annyit készültél meg annyi mindent kellett volna még elintézned, és mire eljutsz az ünnepig, eltelsz sok mindennel.
Tudod-e még nyitni egy résre a szívedet, lelkedet, életedet, hogy nem csak testileg érkezel ide meg, hogy nem csak valami belső dolog hozott el ide, hogy jön a család, hát én is eljövök velük, nem csak valami szokás hozott el ide, hogy azért karácsonykor illő eljönni, ha ezt hozott, nem baj, jó helyen vagy, de tudod-e még megnyitni a szívedet, hogy a te életedben is megszülethessen a megváltó, mert ha ez nem történik meg, akkor a te életedben sem születik meg az, aminek meg kell, hogy történjen, az újjászületés. Szeretett testvéreim, nyitni kell. Ez az ige azt tanítja meg nekünk, hogy Jézus számára most már tanuljunk az igéből, legyen hely a mi életünkben. Nyitni kell szívet, lelket, életet. Emberi életsorsok, de általában a történelem is azt mutatja, hogy Jézus nem lehet örökre kiszorítani. A nincs hely keménysége egyszer csak megszűnik. Pilinszky János azt írja egy helyen, hogy a tények mögül száműzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Így lép be Isten az ő egyszülött fia által ebbe a világba, és miközben mi karácsonyt ünnepelünk Jézusnak a születését, azt tudjuk, hogy nekünk már nem Jézuskánk van, kis Jézusunk, hanem megváltó Krisztusunk, mert ez a Krisztus felnőtt és az életét adta értünk. A karácsonyi örömhír, szeretett testvéreim, az az, hogy lehet, hogy ez a világ távolodik Istentől, de Isten közeledik a világhoz Jézus Krisztus által. Lehet, hogy az ember azt mondja, hogy Jézus számára nincs hely, és mégis azt olvassuk az igében, hogy Jézus meg azt mondja, elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogyan adhatunk helyet Jézusnak az életünkben? Most a gyerekeket hívom egy kicsit segítségül. Ha mégis szeretnél egy nagyon fontos játékot letölteni, és nincs tárhely, mit kell csinálni a telefonnal? Valamit törölni kell, a tárhelyet egy kicsit rendbe kell tenni. Isten az ünnepen arra hív bennünket, hogy egy kicsit rendszerezzük az életünket. Ki kell takarítani, rengeteg olyan dolog van, ami talán oda tapadt az életünkhöz, de nem oda való. Isten azt mondja, hogy rangsorolni kell. És tudjátok, hadd bátorítsalak benneteket. Sokan mondják, hogy nincs időnk Istenre, hát annyira leterheltek vagyunk. Hát kedves testvérem, van naptárad, a telefonban van naptárad. Hát írd be az Isten tiszteleteknek az időpontját. És amikor bárki oda akar szervezni, akkor azt mondod, nem jó, mert be van írva. Már foglalt vagyok, mert Istenhez közeledek. Szeretett testvéreim, hogyan adhatunk helyet Jézusnak? Most az ünnepünkben is. Nem kell olyan sok mindent tenni. Talán úgy, hogy innen hazamegyünk az ünnepből, és elővesszük a Bibliát, és csak néhány sort olvasunk fel belőle. Ha nem is a legszebb hangon, talán eléneklünk egy karácsonyi éneket, ami még az eszünkbe jut, vagy jól ismerünk, és elmondunk akár, ha más imádságot nem tudnánk, az Úr Jézustól tanult imádságunkat. És higgyétek el, hogy Jézus ott lesz a családban. Tessék bátran kipróbálni, megváltozik a családi légkör. Lehet, hogy sokan vannak a családodban, akik azt mondják, ó, ez butaság, jól van, ünneplünk, de azért nem kell ezt ennyire komolyan venni. Hát drágáim, ne féljetek már attól, hogy kinevetnek benneteket azért, mert az Úr Jézus Krisztusban hisztek. Hát nézzetek már a világ mit csinál, hát olvasom még Gyulán is, hogy itt még mindig fenyőfa ünnepet tartanak. Hát mennyivel értelmesebb dolog egy fenyőfa elé odállni és csodálni, ami egyébként egy jelkép, és azt ünnepelni, hát ennél sokkal ostobábbak a keresztények, hogy ők egy Krisztust ünnepelnek. Hát sokkal nagyobb dolog egy fenyőfa elé állni és azt magasztalni. Hallgassátok meg az összes karácsonyi éneket. Hát dicsőítjük az ünnepeket, amit meg se tudunk fogalmazni, hogy mi az, ki az, mi akar lenni. Hát ennél nem sokkal ostobább dolog elhinni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi életünknek a megváltója. Az Isten megmondta számunkra előre, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk hitünknek ereje. És hogyha van a család, egy kicsit mégis azt mondaná, hogy ne a sokat,
akkor talán szeretettel most kérd meg őket, hogy drágáim, csak azért engedjétek meg, mert én ilyen bogaras vagyok. Hadd olvassak fel egy igét, és hadd mondjuk el a mi atyánkot. És mégiscsak megtapasztaljátok, szeretett testvéreim, hogy Krisztus beérkezik az életbe. Neki érdemes helyet adni, mégpedig nem is akármilyet. Neki kellene adni a főhelyet, hiszen ő az egész életét nekünk adta. És tudnunk kell, hogy ő kicsoda, a világ mindenség ura. Ami verset idéztem, annak a vázáró verszaka így zárul. Nem volt hely, s ma sincs, lelkünk tele van, száz indulattal zsibongó nép lakja, s Krisztus bolyong az Isten hontalan. Feléd vezet ma Szent Karácsony napja, a szennyes szívem szállásnak felajánlom, fogadd el Jézus, s légy Uram királyom. Meg lehet így is nyitni a mi szívünket. Vagy meg lehet úgy nyitni, mint ahogyan egy kisfiú, aki ott volt az Isten tiszteleten, és a lelkész erről prédikált, hogy a betlehemi fogadós nem tudta megnyitni Jézus számára az ajtót, ezért egy istállóban kellett megszületni az ember fiának, és ahogyan prédikálta, azt a gyermeket szíven találta Isten igéje. És történetesen a betlehemi játékban ő volt a fogadós. És amikor ahhoz a jelenetlehez értek, amikor azt kellett volna mondani neki, hogy nincs hely, akkor a kisfiú megállt egy pillanatra. És mindenki is próbálta neki súgni a szöveget, hogy hát nincs hely, mondjad. És intette, tudom. Majd egyszer csak minden bátorságát összeszedte, és azt mondta. Tudom, hogy nem lenne szabad ezt mondanom, de gyertek be, szeretett testvéreim. A bibliai történetet nem kell nekünk áttérni. De a te saját életedben feladhatod azt, hogy azt kell mondani számodra, hogy Jézus számára nincs hely. Mondhatod azt, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd te meg ne roncson engemet. Vagy majd mondhatod imádságként azt az éneket, amelyet énekelni fogunk, pont az ige hirdetésre válaszolva. Az Úr elé határod a szívalázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testigők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Ó Jézusom szegényed, kér vár epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, ha bár szegény e szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy akkor is irgalmas maradtál hozzánk, amikor mi nem fogadtunk be téged. Köszönjük, hogy te, miközben mi annyit tudunk az életünkkel sokszor kiábrázolni, hogy nincs hely, te mégis velünk akarsz lenni, és készíted a számunkra a helyet az atyánál is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ünnepet szereztél számunkra. Köszönjük, hogy most itt az Isten tiszteleten együtt ünnepelhetünk. Mindenek előtt veled, de köszönjük azt is, hogy mi egymással együtt lehetünk szent hajlékodban, templomodban. Családok, gyermekek, unokák, szülők és nagyszülők. Kérünk, hogy amikor hazatérünk, vagy visszamegyünk ünnepi szállásunkra, légy ott is velünk és szeretteinkkel. Különösen is kérünk, hogy légy azokkal is, akik egyedül maradnak házukban, akiket nem vesznek körül rokoni szeretettel. A te szereteted hozzájuk is elérkezett. Hadd legyen szívükben erről teljes bizonyosság. Könyörgünk a szenvedőkért, a betegekért, akik szinte meg sem érzik, hogy ünnepnap van. Te gyógyíthatsz sebeket, te csendesíthetsz fájdalmakat. Kérjük, cselekedd ezt is meg. Könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön. Örvendezőkért és bánkódókért. Egészségesekért és betegekért. Hívőkért és hitetlenekért. Gyülekezetünkért és anyaszentegyházunkért.
barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A Te jó akaratod indítson mindannyiunkat jó akaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezhessünk és dicsőíthessünk Téged, megváltó Úr Jézus Krisztus. Amen. Folytassuk tovább könyörgésünket, fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hála áldozatként ajánljuk föl önmagunkat Istennek. Hálaadással emlékezünk meg arról is, Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék Te tőled, a világosság Atyától száll alá. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel a Te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Hálánk jeleként felajánljuk adományainkat is, egyházad javára és országod építésére. Amen. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel fogadjuk gyermekeink és felnőtt testvéreink ünnepi szolgálatát. Az ünnepi szolgálatra készülve a 312. számú énekünknek a 3. és 4. versét énekeljük el. A 312. számú énekünk 3. verse így kezdődik: az Úr elé határod a szív alázatát. Telefon. Tessék, barátlakás! Szia, Móti! Át tudnátok jönni Zoéval? Szeretnénk nektek mutatni valamit. Mikor menjünk? Délután jó lesz? Azonnal. Rendben. Gyere, Jóhi, mutatok valamit.
Hol vannak a lányok? Nyisd ki! De nehéz ez a láda. Óvatosan vele. Csak meg ne lássa senki. Na végre, hogy megérkeztetek. Már nagyon vártunk benneteket. Hol voltatok? Sokat bajlódtunk ezzel a ládával. Tudtok titkot tartani? Én igen. Én is, de úgy hallom, hogy te viszont nem. Tessék! Épp most készülsz elmondani nekem a titkodat. Pedig a titok éppen attól titok, hogy nem mondjuk el. Nem igaz? Hát, tudjátok mit? Ha megint ilyen undokok vagytok, akkor én inkább el is megyek. Majd elmondom annak, aki... Jaj, ne legyél már olyan, mint a sértődős kis csaj. Csak vicceltem. Ha, milyen jó vicc volt. Oké, bocs. Rendben. Szóval, tudtok titkot tartani? Ígérjük, mondd már. Majd én veszem ki. Mik ezek? Titkos iratok. Aszta! És hol találtátok? Egy régi pincében. Akarjátok tudni, mi van ráírva? Igen, olvasd már! Kincses láda! Nagyon szeretem a kincseket! Térkép is van hozzá. Bibi, te hogy kerülsz ide? A lábaimon képzeld. Jó, de hogy nem alszol? Anyu azt mondta, ha nem pihensz délután, nem mehetsz ki vele a vásárba. Nem baj. A kincs a sokkal jobb, mint egy vásár. Na, mutassátok. Nézzétek, milyen titkos rajzok! És milyen régi kézírás! Ti meg mit csináltok itt? És az a láda hogy kerül ide? A pincében találtuk. Képzeld, anya, titkos képek is vannak benne. Miféle titkos képek? Hadd nézzem csak. Ó, ez a dédapátok rajza. Ő rajzolta még gyerekkorában. Mellette ez a kézírása. Kérlek, olvasd fel, anya, mi van rajta? Már nagyon késő van. Megígérjük, hogy jók leszünk, utána mindent megtesz. Na, üljetek gyorsan körém, lássuk azokat a képeket. Felment József is, a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amikor eljött szülésének ideje, megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájunk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban.
És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Betlehemnek pusztájában, pásztorok vigyázásában, nagy öröm hirdetetik, nagy öröm hirdetetik, mert a barmok pajtájában ők őrz a Mária szólában. Üdvözítő születik, üdvözítő születik. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Betlehembe, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva állták, imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Le fogjuk ismét kapcsolni a villanyt. Én arra kérek mindenkit, hogy majd vissza lehet nézni, ami történik, hogy közben ne vakúzzanak és ne fényképezzenek, és hogyha a hátsó részeken is a világítás megy, arra kérném, hogy ott is kapcsoljuk már le, mert csak akkor fogjuk látni, hogyha megfelelő sötétségben vagyunk. Harang csendül, ének zendül,
messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mint ha itt lenn, a nagyisten szent kegyelme súgna, számna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretett lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahoz. De jó volna tiszta szívből, úgy mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent, mindent elfeledni. De jó volna játszadozni gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege, igaz hitté válna. Ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a föld élet. Egy erő hatná át a nagy mindenség. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világ. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy másképpen tudjunk ünnepelni, hogy újra az Úr Jézus Krisztus legyen életünknek a középpontjában. Kedves testvérek, ne tessenek megijedni, valami eltört, az életünkben sok minden tört már el, de Isten megtartott bennünket, és ameddig itt lehetünk, addig minden rendben van. Szeretett testvéreim, hívogatok mindenkit további ünnepi alkalmainkra. Holnap 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet lesz itt a templomban, vere párhuzamosan gyermekistentisztelet. Holnap után, azaz karácsony másodnapján 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz, vele párhuzamosan gyermekmegőrzés. Az év utolsó vasárnapján 10 órakor tartunk istentiszteletet, december 31-én, reformálni akartam, december 31-én 17 órakor óévzáró istentiszteletünk lesz, január 1-én pedig 10 órakor újévi istentiszteletünk lesz. Ezekre az alkalmakra is mindenkit nagy-nagy szeretettel hívogatunk. Most pedig áldásvétel előtt a záró énekünket fogjuk elénekelni, a 326. számú énekünknek az első és második versét. Az első verse így kezdődik, dicsőség mennyben az Istennek.
Hirdetem a testvéreknek, hogy gyermek ne menjen el ajándék nélkül, mert nagy-nagy szeretettel készültünk meglepetéssel a gyermekeknek is, illetve a felnőttek is kapnak majd egy kis meglepetést. Most rendhagyó módon énekelnénk az éneket, megint csak lekapcsolnánk a villanyt, hogy szokjuk egyébként, hogyha kimegyünk a szemünk, akkor kevés fény van már, és így fogjuk énekelni, azt hiszem mindannyian tudjuk, dicsőség mennyben az Istennek. Megkérjük, hogy a villanyt kapcsolják vissza. Szeretett testvéreim, Isteni a dicsőség, emberi a hála. Isten magasztaljuk és hálát adunk azoknak, akik a szabadidejükből gyermekekként, felnőttekként nagyon sokat oda ajándékoztak azért, hogy mi ilyen formában is együtt tudjunk örvendezni és hálát adni a mi megváltó Krisztusunknak a születéséért. Arra szeretném a testvéreknek szeretnék egy fontos dolgot a testvérek szívére helyezni, hogy amit az ige hirdetésben hallottak, nem mondom, hogy házi feladatként, mert ezt a gyermekek ilyenkor nem szokták hallani, de ha nem úgy tervezték, keressék meg azt a Bibliát, kerüljön elő, és legyen az Úr Jézus Krisztus újra a középpontban, hogy legyen a mi otthonunkban helye, a mi megváltónak. Ebben az élő reménységben kérjük Isten áldását. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség, további áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek.